Ne, apa! Nem kényszeríted, hogy válasszak kettőtök között! Gyere vissza hozzám! Én nem tudok nélküled élni. Felejts el! És most törölnek. Én egyáltalán nem tudom, ki vagyok. Tegnap még tudtam. Lehet, holnap tudni fogom. De van nem. Mama! Mama! Talán egészen komolyan el is határozta kétségbeesésében, hogy végez magával. Jól teszi. Sohasem lesznek nagy mellek. Hát, nem. Anya, voltat a kusában? Neked már tök mindegy. Terajzoltam a napot. Megmutatom a kedvenc dallam. Lá-lá-lá-lá. Sehova se fognak felvenni. Lehet, hogy gimi után kihagyok egy évet, vagy kettőt, vagy többet. Fél évek ezzel a pszichológusom. Depressziós. Kérem, ne tűnjenek be a hivatalos történelmi tegyelmünk! Hiány!
zsenge gyermekkora óta oldhatatlan tudásra gyermeztem. Így elmélyül tanulmányok közepette, csak úgy hip-hop futottak az esztendők, és Nagy Károly fogom a híres egyetemére küldte fiát. Trivia? Ja, logika, rétorika és dialektika, te is? Aha, nagy bolygós indítja. És ő jó? A legjobb! Nincs fontosabb, mint a kifogástalan metodológia és argumentáció. Nem is tudtam, hogy itt lányok is vannak. Okos voltam, főrangú, 10. gyerek. Egyedül tanultam meg olvasni. Elvégzem, kapok majd egy apátságot, elvezetem, nincs velem gond, nem kell kiházasítani. A Pippin? Melyik? Az egyik. Az a Pippin? Végül is az. De nem ez, ez nem fontos. Nem ez a fontos. Hildegárd, Hildegárdből. És te csak úgy beszélgethetsz velem? Uh-huh. Megmutatom az auditoriumot. Üljünk előre, Bojtusz nagyon halkan beszél. Szinte sutyorok. Hülyémorfikus. Azaz minden létező anyagból és formából áll. Az anyag a befogadó, a passzív. Míg a forma a meghatározottság feltétele, a befogadott princíp. A Isten mindent lát és tud, mert kívül áll az idő, mint egy rálát az idő teljességére. Akkor ez azt jelenteni, hogy az elkövetkezett dolgok már most is léteznek, méghozzá úgy, ahogy eldőltek. És hát akkor szabad akarat? Azt kéz is. Görög! Elve gyakorlása, azaz elvetnek megfelelő életmód. Autonóm, öntörvényű, azaz saját magának szabszabályban viselkedik. Két értelem különbségét, nem? A testeszi, mert a lélek minden léleknek nem rekezhet testtel. Sem az értelmi tartalom, mert értelmi tartalom már mint definíció sincsen. Akkor nincs, ami a potenciális értelmet individualizálja. Szeretnék lefeküdni veled! Ez persze nem mondtam itt. De még nem voltam senkivel sem! Ez sem. Boldogság, vagy beakutódó, az emberi természet legmagasabb rendű vágyainak beteljesülése. Keresztény kontextusban ez az istenlátás, vagyis vízió beatifika. Utazom. Nekem vége. Megkapom a vinkeni apátságot. Ez borzasztó. Vagy lehetek feleség, szajha, vagy apáca. Legalább olvashatok, utazhatok, hallgathatok teológiai vitákat. De nem ismerhetsz férfit. Egyszer rám nézve. És meg akartad kérdezni, hogy lefeküdnék-e veled? Én nem. De igen. Akartam, hogy megkérdezni. És ha esetleg most? Nem lehet. Kár. Te leszel életem egyetlen szerelme. Jó lett volna lefeküdni veled. Biztos, hogy nem fér bele 3 perc az egész. Hildegárd Bingenből indul a kocsi. Ahol is az egyetem tudós urai nekiítélték volna az év diákja címet. Köszönöm, érdemlős oktatóim. Fogadjátok köszönetem a belém vert tudásért. Ám attól tartok, az igazi tudás nincs meg könyveitekben. És Pippin, fogadalmat tett. Fogadom, hogy életem egyetlen percét sem fecsérem efféle felesleges tanulmányokra. Legyen időnk élni, tapasztalni! Ne várjanak el tőlünk többet, mint amire ők is képesek! Mindenki saját magához mérjen! Szerintem úgy kéne oktatni, ahogy Homérosz megírta a Disney színjátékban! Félhülye tudósokat nevelnek belőle! Igen!
azt keresem. Valamit, ami ki is elégítene, teljesítene? Igen. Figyelj! Én is keresettem azt a valamit. Igen, te is keresettem azt a valamit. És én meg is fogom találni. Könnyed tudod rökösnek. Aznap, hogy hazatértem Padovából, jött egy sólyomozatnak. A második nap jött egy vadászatnak. A harmadik nap jött egy lúg. És a negyedik nap eljött az apám hírnöke, hogy látogassam meg őt. Nagy Károly fogadja a kérelmezőket! És megtudtam belőle egy birodalom testét. Pippin. Hát, fiam. Nos. Hát, hello. Hello. Arcot sápadt. Aha. Egyes salátákat. Persze, apám. Milyen volt Padova? A nevelőim neveltek. Neveltek, és kívülő dolog, mit van például Lajos? Mit írt édesvére a testkultúra szerelmesek? Lajos szereti a súlyemelést, Lajos szereti a birkózást, de legfőképp Lajos szereti Lajost. Jól csinálod, öcsém. Még hogy jól?
menekülj! Csak tavaly 20 osztrogót a töltemben ezzel a két kezemmel! Életünk vagyok! Mondom az osztrogótok életét! Jelen az osztrogót, csajom! Basszák, kétek, busszák, tárgyal! De hajjon, amikor gyilkolászol közben tényleg a nőkre gondolsz. Hát nem is az anyámra! Ó, mami! Ibe fásztál rá! Lajos anyukája! Isten hozott Pittin! Lajos! Lajoska! Én hozom neked, mami! Hú! Hú! Hát ez szuper, nem szuper? De szuper. Hogy fogok ebben gyűjtökölni? Rám süt majd vele. Ez nem lehet, hogy esni fog. A csatornapján az nem lehet. Remélem, hogy festik rá. Pippin. Húzd már ki magad, Padovában nem tanították meg, hogy kell állni. Bodybuildingből meghúztak. Nézd Lajost. Remekül. Ezt kezdetek, vizigótok! Vizigótok? Igen, most ők! Gyere, Károly! Nézd a fiam. Nézem. Nagyszerű gyerek. Kétség sem fér hozzá. Kedvesem, már megint kimerült a folyószámlánt. Már megint? Hisz, tudod, milyen gyámoltalan vagyok pénzügyekben? Végtére is. Én csak egy egyszerű háziasszony, és anya vagyok. Ez oly sokan. Hogy ment a sorod? Apám, sok minden történt. Hát akkor örülök, hogy itt vagy. Meg akartalak kérdezni, hogy... Fogadd el magad, vadászgass, ilyesmi. És még valami. Ha nehéz is lesz, de őszinte leszek. Otthon csak egy. Mi a fenét fecsegek? Köszönöm, apám! Mi a fenét fecseg? Várj, apám! Mit akarsz? Tudom már, hogy mit akarok. Kitűnő. Kitűnő? Katona akarok lenni. Hogy mi? Mered akarok menni a vizigótok ellen. Elutasítva a következő. Látom, a Lajos bezzeg viszed? Nos. Lajos is egy eszményi katona. Hívaj erős és baromi buta. Te iskolázott vagy. De hát egyszer még király leszek, és a hadtudomány lényeges feltétele az uralkodásnak, nem? A legrészesebb. Akkor meg? Te is szentelted valaminek az életedet, én is célt akarok az enyémnek. Olyan jól akarom csinálni, ahogy lehet. Célt akarsz az életednek? Igen. Na jó, szerez magadnak egy rendes isakot és jöhetsz. Harcos vagyok. Végre itt a lehetőség, hogy részt vegyek valami valóságos dologban. Hogy beírjam a nevem az életkönyvébe. Karral, karddal, és talán a véremmel is. Oh yeah! Uraim, a király! Uraim, a térképet! Alapvetően a teretviszonyok határozzák. Nézzük a térképet, tanulmányozzuk, véssük emlékezetünkbe. De apám, mi sokkal bátrabbak és erősebbek vagyunk. Miért nem rohanunk rá és pusztítjuk el őket? A hadtudomány, Pip. Hát ez felére rohasztja a harciket. Az ellenséges seregek a dombon áll a kép, ám fölényükben bízni totál hülyeség. Az embereink rám,
ezt fejének jelölik, majd átörnek a völgyös, amit ők észreveszik. Csak vártat utánunk majd az átvetelenség. Ez az, ami jó nekünk, de neki hülyeség. Szerencséért, hogy a királyodért hallhattál meg. Nem találok szavakat. Pipin, a csatának vége. Irány rabolni, erőszakolni. Muszáj? Hozzá tartozik. Papi! Csak a két kezemben megöltem, vagy 25. Meg egy sajátot is. Hát nem is feltem fel, na. Gondolom tudod, hogy az ilyenek egyenest a Valhallába kerülnek. Abszolút biztos, a király személyesen garantálta. De már az idegeimre megy ez a várakozás. Hát gondolom. Nem ez volt az első csatád, ugye? Nem, a harmadik. És a többivel összehasonlítva ez milyen volt? Hát, amíg meg nem halsz, csata és csata közt nincs semmi különbség. Van egy szabad ujjam, nem hagyja felékesíteni. Már megint.
Figyelj! Te öltél meg? Nem. Igazándiból én senkit sem öltem meg. És nem láttad valahol a fejemet? Itt vagyok. Remélem, hogy mielőbb a Valhallába kerülsz. Remélem, te meg a Mennyországból. Pippin! Ez igazán kínos, győzelmi mámortomra is pont az én fiam vonja ki belőle magát. Apám, hozzá kell szoknod, hogy győzelmeik mámora innentől a távol létedben tombol majd. Nem hinném, hogy a harci herceg utca lenne, amit keresek. Távirat. Kérjük, húzzál a megfelelő kifejezést a formanyomtatványban. Tisztelt anya, feleség, testvér, gyermek. Mély megrendüléssel értesítjük, hogy az ön fia, férje, apja, testvére hősi halált halt, eltűnt, megsebesült, fogságba esett. Hamarosan folyósítjuk özvegyi, árvassági járulékát. Franca, utálva harcsi! Berta? Igen, mi van? Berta, mondom, én vagyok az Pippi. Pippi? Pippi! Pippi! Ó, Pippi! Ó, de jó, érkezem az atya! Hát csak kisfiúkorunkban emlékszel. Persze, hogy emlékszem, azért jöttem ide. De Pippi, rémesen nézel ki. Friss levegőre van szükséged, rendes ételekre meg... Némi hancúrozásra. Aha! Sok hancúrozásra. Aha! Hát Bertus, te semmit sem változtál. Miért mit ítéled nekem? Nincs időm kicsiként, de... Tessék, mi van veled? Háborúban voltam, ami... Á, akkor nem csoda, hogy ilyen azon vagy. Két férjem is odaveszett a háborúba. Három, meg egy szerető. Mondjuk ő vissza. A férfiak meg az ő háborúik, ezek akkor állítják fel a sárgét, amikor jobban már nem sikerül felállítani. De elég furcsa dolgokat tudsz mondani. Én Alexander nem hűlök. De mesélj, mi van vele? Nem is tudom, ami. Üres vagyok. Sivár. Akkor most mondom neked néhány bölcsesség. Neved? Komolyan az élet. Olyannak fogad el, aminek. Ne többen, és ne tervezz túl sokat. Na, elég bölcsességet mondtam? Hát magunk, ez elég naposnak a zenével sokkal hatásosabb lesz. Majd mind bár remény elmond,
ha nem jössz. Egész igazon fogsz gondolkodni, hogy mi lett volna, ha. Rohadtul ki fogsz maradni mindenből. Jó, oké, oké. Tudod mi? Ha ma nem jössz el, akkor holnap megmondom az apádnak, hogy tegnap is bulisztál. Jó, akkor tolják. Nem. Nevem Katrin. Van egy nányom. Egyszerű, hétköznapi asszony vagyok. Hát csak ugyan.
Anya, most már mehetek? Igen. Íme szeretetre méltó kislány, egy tiszteletre méltó kacsa tulajdon. Pipin! Pipin 6. napja őszi, és nem csinál semmit! Mi bajod? Semmi. Úgy se jöttem. Hát, ha mégis. Életbevágóan fontos számomra az önmegvalósítás, de sehogy se sikerül. Akkor mesélek valamit. Nagyon szerettem a férjemet. Azok az évek, amiket együtt töltöttünk, életem legszebb évei voltak. Aztán egy nap belázasodott. Amikor a keze kihűlt a kezemben, úgy éreztem, mindennek vége. A legmélyebb kétségbeesés is éreztem. Elbújtam az ágyamban. Egészen 5 napig voltam. Aztán a 6. nap előértem. Föl kellett kelnem, mert dolgunk. Felnevelni a kislány, Pipin ez a birtok olyan nagy. Vezetni kell. Egyszer magam vagyok. Nem segítek el? De persze. Talán. Töltet. Ágyon kívül van. Pipin összesen részese lett mindannak. Részese lett a mindennapi életünknek. Milyen gyakran csináljátok ezt? Egész. Tényleg? Bizony. És sokan? 10-ből 9 és fél ember. Január 1-től december 31-ig. Te meg mit nézel? Semmit. Mikor keresenek? Ez így nem jó. Soha nem fogom megtalálni. Soha, soha, soha. Szar az egész, szar! Most kezdtél bele. Több érdek dolog van még, amit nem próbáltál. Például mit? Például... ez! Parasztlázadás! A király ezrével mészároltatja le őket. A király úgy nyilatkozott, hogy minden további zavargás esetén hasonlóan fog eljárni. Ez nem lehet igaz. Az én apám nem mészároltat le embereket, pusztán azért, mert tiltakoznak, nem? Újabb törvények, újabb tiltakozások, újabb örkültök. A király hivatalok mától minden politikai tevékenységet ellenőriznek. Az apám akarja megmondani, mit gondoljanak az emberek? Hát nem ő a király. Felkenték. De ez jogtiprás, ez gyarnokság. És az előítéletek, ne feledkezz meg az előítéletekről sem. Tényleg ilyen ebben lenne az apám? Tudom, hogy ki vagy. Én magam sem tudom, hogy ki vagyok. Micsoda érsz? Nem érsz előttem. Legalább állj bele, nagy úr. Mibe álljak bele? Az értetlenség az elnyomó gyógyszer a bűntudatra. Kit nyomok én? Mondd meg ez az erotizmus! Úgy dolgozz, nagy úr! De kit tudom a szemedre hozzám és pipi? Én tisztelem a nőket. A kis lovak! Csak hogy én nem vagyok úrhölgy. Nem vagyok anya, nem vagyok kurva, nem vagyok apáca, nem vagyok angyal! Senki vagyok. Szabad. Nem vagyok férj. Nem vagyok trónörökös, nem vagyok harcos, nem vagyok munkálkodó, nem vagyok világfi. Yeah.
véres kezű zsarnok. Az véres kezű. Meg kell tőle szabadítani a világot. Meg, de hogyan? Pusztulnia kell! Meg kell fosztani a drótól. Tehetném tördöfnék a szívébe. Tehetnék tördöfnél a szívébe. És te? Mégis az apám. Egy akajos fiú érzem élete, mit sem számít, ha az eljövedő igazságos és boldog korról van szó. Hogy hívnak? Tempesta vagyok. Ő itt Tempesta. És Pippi, ne jutott a tisztákhoz. Aki tiszták voltak. Nem uralkodtak semmi és senki. A tiszták egy ilyen Arianus Bogumi Lovita eretnek csoport kommunisztikus elgondolásokkal. Nem tudom, hogy miket beszélsz a furcsa nő a fejemben. Én is vagyok furcsa nő a fejemben. Add ide a székedet, te hangszeres furcsaság! Le a feudalizmussal! Le a tizeddel! Le a robottal! Milyen világ köszönt ránk, ha a király és a hatalmasok az ördöggel cimborálnak? Mi fékezi meg a nagyurakat és a királyt, ha ők a bírák? Ha nincs bíróság, amely róluk ítél? Ha a papok csak értük prédikálnak? Ha a költők csak őket dicsőítik? Ha a tanítók csak az ő dicsőségüket okítják? Nem hiszik el végül a királyok, hogy az egész teremtés az életük lett? Míg ellensúlyozza akkor önzésüket? A lelki ösmeret? S ha nincs nekik olyan Isten félelme? S ha valójában nem is félik az Istent? Igaz hűbérulunk, jó gazdánk-e Károly a nagy, ha csak a saját malmára hajtja a vizet? Van-e benne könyörület, ha nem nyitja meg a magtárakat, amikor éhínség van? Keresztény-e, ha csak a módosak juthatnak el az ispotályokba? Ez azt jelenti, hogy kórház! A Tészusz nyára többet fél meg a gazdag, mint ha nincs telem. Ha már az Úr napján is dolgozni indul a napszámos. Istennek tetszőre, ha megtiltják, hogy az erdékbe térjen az éhező, mert ott ők vadásznak. És aki ellenük mond, az miért az ördög cimborája? De én nem félek tőlük. Féljék ők az Isten haragját. Nem tehetik síralomvölgyi büntetlenül Frankot. Nincs hatalmuk felettünk. Nagy Károly nem az Úristen küldötte, nem az. Nem birodalom építő, hanem egy szánalmas zsarnok, aki rettek tőlük. Egyetlen célom, hogy jobb, szebb, igazságosabb és zöldebb világot teremtsek mindannyiunknak. Szabadon kövessetek! Nos, mindenek előtt meg kell mondanom, hogy bánulom azt az elszántságot és farciasságot, amely ide hozott ellenteket ma este. Másodszor, nyíltan és őszintén be kell hallanom, hogy mekkora veszély fenyegetett. Ha elfogják valamelyiket, a király hosszúja gyors lesz és rendeletes. Nem kétséges, hogy akkor kegyetlenül megkínoszom. Vagyok, haver. Igen, én is.
Szerintem nem hiszem. Hiszen mindig sokat javul a közérzeted a rendes lelki gyakorlatok következtében. Való igaz, való igaz. Felkerestem Pippint. Pippin! Apád szeret téged! Az emberek szabadsága és az emberi jogok ugye előbbre való, mint egy apa és fiú érzelmi kapcsolata. És ő mégis imádva foglalja a nevedet. Majd árban, a jövő hónapban. Mégis elmegy imádkozni? Egy számoga. Minden kíséret nélkül. Kíséret nélkül, és hanyadikám? 15-én. Hánykor? Kakas szóra. Pippin. Pippin. Kérlek, kérlek, szüntesd meg ezt a feszült viszonyt. Ez feltett szándékom. Elhatározásodat közöltem a kérdőre? Ne. Legyen ez olyan meglepetés. Papi! Papi! Mami! Mi meg akar ölni, Popi! És akkor te leszel a trónörökös királyán. De ha fényderül az árulásra és Pippint kivégeztik, akkor... Akkor is te leszel a trónörökös királyán. Jó. Mint hogy aggódtam férjem életéért, tájékoztattam egy Pippin visel dolgairól. Pippin ellenem fordult, uram. Előbb-utóbb innen fiú az apjára nem fordul, asszonyom. Lajos viszont szeret téged, uram. Lajos viszont egy csicskagyász, asszonyom. Csak később jutott eszembe, hogy nagy baj lehet, és még nem szóltam. De végtére is. Most egy egyszerű háziasszony. Íme! Az állni kápolna! 15-e! Idus! Kakasz! Nézzék ezt a 10x10-es gótikus épületet! Gyönyörű! Elolvad a szívem tőle! Készen állok, atyám. Bejöhet. Elnézést, hogy megzavarom. Tudom, magányosan szereti végezni lelki gyakorlatait. Hát tudod, ki vagyok? Persze, fiam. És kívánsz valamit? Kiváltságot vagy előmenetelt? Nem. Hát akkor? Azért jöttem, hogy egy percig melletted álljak, és a szemedbe nézhessem. És mit látsz? Két szemet. Homályosak az öregségtől. Naplementét látok. És még mit? Terrort és rabszolgaságot, ezreknek halálát. Ezeket látod a szememben? Hát tagadod? Hogy tagadom-e? Büszke vagyok rá. Én egy földrészt emeltem életet, és meggyúrtam belőle egy birodalom testét. Ezek csak frázisok. Eljárt fölötted az idő, fiam. Szóval eljött a te időd? Fiam. Igen, apám. Könnyen ítélkezel, de hisz fiatal vagy. A sas többet lát, mint a féreg. Aki magasabbra hág, többet lát. Ha erőt van, mindened van. Én egy földrészbe vertem életet, és meggyúrtam belőle egy birodalom testét. Power! Kraft! La forza! La fuerza! La force! Musdjüst! Caucikája! Macht! És ha nincs egyéb dolgod, elég innen. És hagyj imádkozni. És mégis miért imádkoznál? Erőért. És imádkozom Istennek, hogy adjon elég erőt neked is. Hajnal fény, most így.
minden kis zugot, tüntetünk visszaadott, de jót születtél, kell ez nagyon. És béke! Nem vagyok a híved, de nem leszek az ellenséged. Beszélhetek? Mit nem képzelsz? Te a rohadó virág testén élősködő féreg! Tömlődve veled! Elkobozzuk a birtokait! Ugye? Jó virág. Nem. Eddig ne hívkocsó! Gyermek, vigyel! Ez nem igazságos. Vannak pontos és kevésbé pontos igazságok. Nem lehet rögtön így kezdeni egy uralkodást. Ha elengeded a kárlistákat, ki fog félni tőled? De nem kell, hogy féljenek. Nem tényleg egy új világban, ha nem vesznek komolyan. Nem vesznek komolyan engem? Kell a földje. Meg kell erősíteni azokat, akik melletted állnak. Mert ők a támaszaid. Erős támaszék, erős épület. Egy igazságosabb szebb világot teremtünk. Csinálom, jó? Menj, Tati! Te mocsok! Uram, a városi ispotály vezetője vagyok. Ez azt jelenti, hogy kórházigazgató. Erre nekünk nincs idő. És ő most például ki volt? Senki. Paraszt vagyok, egyszerű szántóvető, de egyetlen rög sem enyém abból a földből, amit életem során berejtékezve műveltem. Nem lehet ajtóstul a házba. Egy földreform kiürítene az államkincstárt. Ha megbuksz, nem derek fel halnapfény.
Nélküled visszatér a sötét középkor. Ígérd meg és halaszd el. Vagy ne beszélj földreformról. Előbb-utóbb elfelejtik. Beszélek. Légy türelmes, paraszt. Mocsarakat csapolunk le, erdőket írtunk. Lesz. Lesz. 42. vagy a listán. De hát pontosan ezért lázadtam fel. Te aztán tudod, miért lázadtál fel. Mi is a te neved? Már itt sem vagyok. Nagy uram, nincs talán vagyok. És büdös is. Hát nem találok, nekem semmi sincs, neked mindened van. Hát rendjén van ez így? Tényleg büdös. Segítsünk neki. Honnan, nagy úr? Mondjuk a kincstárból. Ne kapjanak fizetést a katonák, hivatalnokok, ne épüljenek utak, városok, templomok, fürdők. Nem, csak fizessenek azok, akiknek van. Te megadóztatnád a parasztokat? Parasztlázadást akarsz? Majd én megcsinálom! 42. Parasztra segít maradt, ha mannyi van mit vesztenie. Látja kell, hogy vannak nála is nyomorultak. Ennyi van nálam. Szép pénz, de adhatsz-e minden rászorulnak? Ennyi van nálam, kifelé! Kell egy háború. Értesültem róla, hogy az osztrogótok lerohantak egy falut keleten. Kifosztották a templomot. Táncoltak a sírokon. Megvégezték a kutainkat! Nehogy osztják a földelet! Megnapossák a virágainkat! Lakodalmamat keresztelője volna. És nekünk? Szívünk dobog, ha az utcán egy csaprálegény előnkbe bukkanik, mivel hogy a tartozás mindjárt eszünkbe jut. Ők játszanak, szabállak szüntelen, úgy, mintha mindenik tagocska bennek egy-egy gyomorral volna áldva. Nekünk kéményeinkről elpusztulnak a gólyák, mivel hogy magunk emésztjük el a hulladékot is. Szép földeinkből vadászti berkeket csinálnak, hová nekünk belépni nem szabad. S ha egy beteg feleség, vagy egy szegény himlős gyerek megkívánván lesújtunk egy rossz galantiát, tüstény kikötnek! És aki száz, meg százezret rabol bírálja lészen annak, akit a szükség garasra bolni kényszerített. Hát te meg melyik drámából bóklásztál előtte érdekesen beszélő furcsa figura? Ha hogy panaszkodni akarunk el, meg kell tanulni! Itt az én szegény paraszt úr elébe nem mehet be többé! Összmekarboláltam a szegénynek patlón patlója a szép síma padlaton! Nagyon szuki! Elegem van. Imádkozni akarok. Miért imádkoznak? Erőjött. De hát király vagy, nem? Elnézést, apám. Visszakaphatnám a tőrömmel. Hát persze. Aztán többet ne fordulni elő. Na, ki volt benne ebben a pipinista buliban? Uram, én alig tudtam megállítani a földreformot. Rendben, te maradhatsz. Pippin befeküdt egy körforgalom közepébe, és nem tudott, akart, mert, bírt, vágyott.
tetszik a performance-od. Némán feküdni egy körforgalom közepén. Nyűtős. Előző korszakomra emlékeztet. Felírtam és letöröltem Isten nevét a templom falról a hajammal. Elindultam gyalog egy lóversenyen. Madzaggal összekötöztem távoli dolgokat. Általában megvertek. Sikerült a provokáció. Ez is egy performance, amit nem csinálok. A nem tevés. A végpont. Keret nélküli festmény, vászon nélkül. Mi értjük egymást. Csatlakozz hozzá! Csináljuk együtt! Mit a nem csinálást? A semmit csinálását. Az aktív nem létezés. Te akkor megölöd magad? A van egy gyagya és ellenszenves Isten művel. Tényleg azt mondtad, hogy gyagya? Gyagya és ellenszenves. És Isten. Ez mindent megmagyaráz, nem gondolod? Én nem akarom ezt gondolni. A gyagya és ellenszenves Isten börtönbe zárta az emberi lelkeket. A teremtés egy gigantikus börtön. És az emberi test a magánzárka. Az a felhő pont olyan, mint egy zsiráf. Sose láttam még zsiráfot, csak olvastam róluk, de biztos, hogy ilyenek. Az emberi lelkeket a gonosz és teremtő Isten tartja fogva. Az a gyagya Isten, ugye? Éhes vagyok. Ne legyél éhes! Létezik egy igazságos Isten is, de ő nincs. Hozzá megyünk! A nembe! Nem akarsz elmúlni velem? Kérlek. Felmászunk az oratoronyba. A nagy óra mutatója délre fordul, és lelép minket a mélybe. Hogy tetszik? Én hazamegyek. Visszamész a celládba, börtönlakó! Én nem akarom egyedül. Gyere, együnk egy levest. Nem tetszett az oratoron? Legyen ez az utolsó utáni akciót. Nem megtenni a nem levést. Kettős tagadás. Legyél. Ez tetszik. Raffinált. Yeah. Eszek is egy leves. Pippin! Pippin, segíts! Beteg a kocsám! Igazán sajnálom, Teóna. Pippin, Teóna most először kért tőled valamit. De Teóna, én nem értek a kacsákhoz. Akkor legalább próbáld meg! Hát akkor mutasd meg. Na, mondj valamit, Pippin, valami bíztató. Sajnálom, Teóna, de ez a kacsa halálos beteg. Nem tudok segíteni. Tényleg nem tudok segíteni. Jó. Egy dolgot megpróbálhatunk. Térde ide mellém. Egészen mellém. Mint egy festmény. Imádkozó férfi és gyermek. És kacsa. Én Istenem, jó Istenem, a kacsámat hagyd meg nekem. Az kell nekem is, mert semmi rosszat nem csinált, és neked ott vannak más kacsák, a fene egye meg! Miért kell neked pont ez az egy? Uram, tudom, nevetségesen hangzik. Ez a gyerek tényleg szereti ezt a kacsát. Itt, hogy piheg gyötrelmesen, ki menti meg, hogyha te sem. Naphosszat imádkoztak. És mikor a nap felkelt, a kacsa meghalt! Nagyon sajnálom, hogy már itt maradsz velünk. Igen. Ennyi, Pippi! Ennyi! Ez az élet! Ez lenne az élet! Ez az a csúcspont, amire nyilvánosság előtt még nem hallgott senki soha! Ez kielégít? Ez teljessé?
Ezért lettél címszereplő? Legyél buddhista! Legyél vegan! Legyél rockstar! Legyél szociális munkás! Utazz el! Így! Tájföldön! Vagy New Yorkban! Vagy egy erdőben! Mász hegyet! Alkos! Gyarapíts! Has! Élj úgy, hogy amikor majd lepereg előtted életed filmje, legalább 9,4-et kapjon az IMDb, és elmondom a Hey, I'm in love.
zenészek is bejönnének a színpadra, meg a jó edény.